Engedjék meg, hogy bemutassam egy picit Mislivec Ferencet, aki, mint említettem, szociológus és egyetemi tanár, és nagyon sok publikáció szerzője. 2012 óta az UNESCO Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke is, de ami nagyon izgalmas a számunkra, hogy egy interdisziplinális tudásközpont megalapítója, és ez a tudásközpont, ami véletlenül nem Budapesten van, hanem Kőszegen. Erről is szeretne előtte egy-két szót mondani. Itt nem ezt születtem, itt a Szomszéd utcában, és a műcsarnok az mindig egy ilyen nagyon izgalmas terepe volt a sétálásaimnak, és valahogy a Gyurival összekerültünk, és kijött egy valamiféle együttműködés ebből, aminek remélem, hogy lesz folytatása, de az a amiből én most készültem, az megjelent ennek a kiállításnak az albuma egyik tanulmánya. Úgyhogy ezt fogom majd összefoglalni, elmondani, de igazából talán reflektálnék sok mindenre, ami elhangzott, mert azt úgyis el tudják önök olvasni. Hát köszönöm szépen Ilonának, hogy megszólított a kaptációt, hogy mondjak valamit erről az új kezdeményezésről. Én egy ugye budapesti ember vagyok, és hát nagyon sokan kérdezik, hogy hogy kerülök Kőszegre, mit keresek vidéken. Tehát az a sok klisé, amiről Gábor is beszélt, az nagyon erősen él az emberek fejében, és nagyon nehéz ezektől megszabadulni. Röviden válaszolva azt hiszem, hogy ha lesz valami társadalmi, gazdasági, politikai újrakibontakozás, annak mindenképpen a vidéken is kell történnie majd városokban, és elsősorban azok a városok számíthatnak ebben vezető szerepre, vagy fontos szerepre, ahol nagyon mély a történelem. Tehát ahol csodák és titkok vannak, és persze sok ilyen kis és közép város van Közép-Európában. Hát Kőszeg az egyik, erről most nem mondanék többet, az intézet nagyon-nagyon régi terv Hankis elemérrel, és több más kollégával már talán több mint 10 éve, 15 éve dolgoztunk ezen. Ugye Elemér már 2 éve nincs köztünk, de amikor elkezdtünk Kőszegen dolgozni, hát már egy ilyen advanced study, magyarul nem könnyen lefordítható felsőbb fokú tanulmányok, amiket nem szeretek használni intézetében, akkor Elemér volt az első évben az első ösztöndíjasok között talán a legtöbb nyomot hagyó kutató. Na most mi az, hogy interdisziplinális, és miért kell ilyet csinálni? Hát én úgy vélem, hát nem vagyok egyedül ezzel, úgy véljük, hogy a tudomány, a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok, ahol egy kicsit otthonosabban mozgok, nem tud megbírkozni azzal a komplexitással és felgyorsult változássorozattal, amiben élünk. Erre most nem mondanék példákat, itt van az elmúlt 20 év, 15 év válság sorozata, és részben azért, mert kialakult egyébként helyes törekvés a 19. század elejétől az, hogy a gondolkodásunkat és a tudásunkat megfegyelmezzük, németesen disziplinákba szorítsuk, ami rengeteg eredményt hozott. Mondanom se kell, biológia, fizika, mindenki tudja ezeket, ám a valóság az jóval komplexebb az egyes disziplináknál. És ezek a hatalmas eredmények és az őket képviselő tudósok nem nagyon tudtak mit szólni, amikor a kutatásaik eredménye mondjuk végzetes károkat okozott, lásd az atombomba, de mondhatnék sok minden mást is. A mai világ az tele van ilyen komplexitásokkal, és én úgy gondolom, hogy azt a bizonyos T betűt érdemes figyelembe venni, ami a szára az a mélyfúrás, hogy fújjunk mélyre, és minél jobban ismerjük a saját tudományunkat, és a tébetűnek a teteje az pedig az a horizontális tudás, hogy legalább ismerjük a világ problémát, és tudjunk róluk beszélni, és tudjunk akár kutatásokat is csinálni azokkal, akik más területen mozognak. Tehát a T szára és a teteje közötti két szürke zóna az, ahol ezek a kutatások folyhatnak. Magyarországon ennek nincs még erős kultúrája, sokan beszélnek róla, azért más országokban előbbre tartanak ennél, és ezért egy hosszú vitasorozat után végül is sikerült először csak alapítványként, és nagyon kicsiben, de most másfél éve már egy valóságos intézet keretein belül elindítani ezeket a kutatásokat. Na most ez miért lenne itt érdekes önöknek? Önmagában mindenki szeretettel várunk, van egy ösztöndíj program, és tényleg lehet jelentkezni, hanem hogy egy olyan városban csináljuk mindezt,
ami tulajdonképpen elsüllyedt, a hármas csapás, a világháborúk, a kommunizmus, fasizmus, a Trianon után a hinterland el lett vágva. Ennek ellenére képes volt, és ez nagyon erősen a gazdaság és a materialista gondolkodás ellen és az érvek ellen szól. Képes volt az identitását megőrizni néhány területen, ami a csodával határos. A 19. században Kőszeg iskolavárosnak definiálta magát, nagyon sok és izgalmas és nagyon magas szintű iskola működött egészen a II. Világháborúig. Az azt követő vasfüggöny és hidegháborús korszakban ezek az iskolák nagyjából megszűntek, és 89-90 megmaradt ez az identitás. Tehát könnyebb volt Kőszegen megtelepedni, mint a 8-szor akkor a Szombathelyen, ahol nincs ilyen identitás, nincs ilyen tudat, nincs ilyen önkép. Emellett pedig olyan épület együttes maradt hátra, ami tulajdonképpen azt hiszem, hogy teljes mértékben egyedülálló. Azt hiszem, hogy ez a legkompaktabb épített öröksége az országnak. Szokták mondani Sopront, meg a Budavárat. És azt láttuk, én 96 óta ott sok mindent csinálok, hogy ezek egyre inkább mennek tönkre. És akkor két dolog összekapcsolódott a fejemben, hogy ezeket az épületeket persze rendbe kéne hozni, de ha rendbe hozunk valamit, és nem teszünk bele semmit, ugyanúgy tönkre megy. Ismerjük ezt a jelenséget önök jobban, mint én. Hogy olyan méltó tartalmakkal kéne megtölteni, amelyek a város múltjához is nagyon méltóak, és amelyek a mi jövő érdekeinket is szolgálják. És így adódott, nagyon röviden csak, hogy 10 egészen kimagasló épületet sikerült kijelölni, megszerezni, tulajdonképpen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megvásárolta őket, és elkezdtük ezeket felújítani. A mostani munkánk az 3 ilyenben zajlik. És a kutatásaink között pedig olyanok is vannak, történészek, társam történészek végeznek, például a beszélőházak, Pók Attila is részt vesz, Mátai Mónika, a helytörténészek, meg azt nézik meg, hogy kik éltek itt, mit csináltak, milyen viszonyban voltak egymással, a művészettel, a fejlesztéssel, az iskolával. Köztük nagyon sokan nemesek, a Festeticsek, a Csernel család. A nagyon kis számú, de nagyon hatékony zsidóság. Egy fantasztikus zsinagógát hagyott maga után, amit most kerül felújításra. Tehát tulajdonképpen azt kívánjuk bizonyítani, hogy össze lehet kapcsolni ezt a két történetet, ezt a két megközelítést. Ezt nem akarja beadni a képet, de beadja. Mert azon gondolkoztunk, amikor a kutatótársaimmal leültünk, és azt mondtuk, hogy Kőszegen csináljuk meg ezt az Advanced Study Center-t. Ne Budapesten, ne egy nagyvárosban, ne ott, ahol egy nagy egyetem van, hanem egy kisvárosban. Erre persze a világon van példa, Magyarországon ugye nem így gondolkozunk általában. Hogy ha megnézzük, hogy mi történt nagyon-nagyon lóugrásokban a történelemben, nehezen ugrik ez nekem vissza, de föl lehet sorolni rengeteg-rengeteg várost. Bizonyos faktorok együttállása esetén a semmiből nőhettek ki nagyon jelentős kis vagy nagy városok. Vagy a tudás központjai, vagy a hatalom, vagy a pénz központjai, vagy együtt mind a három. És ezeknek az együttállását egyáltalán nem csak a gazdaság, a gazdagság, vagy pedig a politikai hatalom és a katonai erő az, ami döntő. Tehát nem feltétlenül a méret az, hanem a minőség, a komplexitás, ami borzasztóan jelentős. Ehhez én még hozzátettem, tehát itt persze, hogy fontos a hatalom, nagyon fontos a gazdaság, a gazdagság, igen, de fontos a városi polgárság jelenléte, ez például Kőszegen nagyon jelentős. Nagyon fontos a tudás, iskola, illetve hát a kutatások, a világkép, a saját magunk alkotott kép, a művészetek szerepe, és az, hogy ezek valamilyen módon, ezek a faktorok valamilyen módon össze tudjanak kapcsolódni. Igazából, amikor én ezt a feladatot elvállaltam, akkor arra jöttem rá, hogy Budapest abban a korszakban, amiről ugye én is írtam, egy ilyen kreatív város volt. A semmiből, ugye Pest és Buda volt, mindenki tudja ezeket. Tehát nem létezett.
10-20-30 év alatt egy hihetetlen világváros fejlődött ki. Hogy az a korszak, a 19. század második fele, a liberalizmusnak a szárba szökkenése, az egy egészen más politikai, geopolitikai, kulturális kontextust jelentett, mint amiben ma élünk. Akkor Budapest-szerű városok kerültek az élre, és tudtak nagyon, nagyon nagy dolgokat létrehozni. Ma a 21. század közepe felé én azzal érvelnék, hogy egy kicsit más a helyzet, nem feltétlenül csak a megapoliszoké a jövő, de ez nagyon messze visz. Tehát az aranykorban nagyon nagy szerepe volt természetesen a monarchiának, de valamiért az én olvasatomban nagyon nagy mértékben Budapestről szól, arról, hogy létre tudott jönni a semmiből szinte, teljesen más történeti meghatározottságú két város egyesítéséből, egy olyan erőteljes konglomerátum, ami igazából az akkor részben már hanyatlani kezdő, de még mindig nagyon versenyképes Habsburg birodalomnak képes volt 30-40 év alatt egy második fővárosává válni. Ez tulajdonképpen a csodával határos. Ha persze, megnézzük a térképet, amit nem tudom, hogy lehetne kinagyítani. Ott van egy térkép a szélen. Akkor elcsodálkozhatunk azon, hogy mi magyarok, hogy az etnikai térképen látszik, hogy mekkora... Tehát itt ugye látszik, hogy mi ott vagyunk középen, hogy nagyon merész gondolkodóknak kellett lenni, vagy nagyon merész vágyakkal kellett rendelkezni azoknak, akik azt gondolták, hogy az akkori Nagy-Magyarország térképét figyelembe véve, hogy magyarok, az kizárólag csak a magyarok lehetnek egy ilyen monarchiának a második hatalma. Ez a hit, ez nagyon-nagyon fontos volt, de ahogy építőerővel rendelkezett és dinamizmust adott, amikor a liberalizmus hanyatlani kezdett, ugyanolyan visszahúzó erővé is vált. Erre még majd talán a vitában vissza fogunk térni. Kérdés, hogy ez egy káprázat volt, vagy ami elmúlt és ami soha nem jöhet vissza, vagy pedig van ennek valamiféle üzenete, ugye Szegő Gyuri azt a merész címet adta a projektnek, hogy az első aranykor. Hát én nem tudom, azt gondolom, hogy talán, ha megnézzük az összes faktort, amit itt szerepet játszik, elképzelhető egy második aranykor, de ennek egészen más feltételeket kellene tudni teljesítenie. Volt egy Budapest mágnes 1880 és 1914 között, és itt vannak új olyan történészi meglátások, amiket én nagyon nagy örömmel olvastam. Van, aki azt gondolja, hogy ebben a korszakban az emberek jól érezték magukat a birodalomban. Igen, nagyok voltak az eltérések. Etnikailag, gazdasági fejlettség tekintetében, és nagyon sok minden. De az embereknek volt egy birodalommal való azonosulás érzete. Volt egy perspektívájuk. Látták a városoknál, hogy azt mutattam, hogy a perspektívák nagyon fontos szerepet játszanak egy adott korszak kibontakozásában. Itt megvoltak ezek a perspektívák. Ezek miatt, a perspektívák miatt lehettek annyira sikeresek, és lehettek olyan gyorsan nagyon sikeresek a költők, a festőink, később a zeneszerzőink. Ha tudták, ha nem tudták, egy sokkal tágabb politikai, gazdasági, kulturális térben mozogtak. És ezek a perspektívák szűkültek be véglegesen az első világháború kezdetével, illetve a monarchia bukásával. És most tulajdonképpen az lenne az a kihívás, hogy képesek vagyunk-e akár az európai térben, akár egy újra gondolt, újra szervezendő közép-európai együttműködés keretében újra valóban tágas, de fogható, élhető perspektívákat találni. Ebben nem vagyok biztos, de nem zárnám ki. Tehát azt gondolom, hogy igen, ezt már nem fogom tudni elmondani, a Bécs és Budapest összehasonlítását. Három embert említenék, amíg megenged Ilona, aki bebizonyította azt, hogy nem feltétlenül csak jóval később érthetünk meg egykort. Van egy ilyen közhely, hogy minél távolabb vagyunk egy korszaktól, annál jobban érthetjük. Ez nem biztos, hogy így van. Ady Endrének az életének egyik utolsó esséje, a korrobori, arról szól, hogy
hogy a magyarság nagy veszélyben van, és tulajdonképpen egy lehetősége van, hogy megmaradjon, hogyha ha a zsidósággal egyesül, mert a zsidóság perspektívája az globális, és ez segíthet minket. Aki nem olvasta, kérem, hogy mindenképpen olvassa el. Volt egy fiatalember, akiről keveset tudnak, Békási Ferencnek hívják, nagyon fiatalon halt meg, rendkívül tehetséges költő volt, Zsenyén született, és édesanyja Angliában tanította. A legjobb társaságba került Cambridge-ben, Maynard Keynes-el és Virginia Woolf-al barátkozott, és az volt a missziója, hogy a magyar kultúrát közvetítse, hogy hidat építsen. Tehát fölfogta azt, hogy el vagyunk szigetelve, a magyar nyelv gyönyörűséges, de egy elszigetelt nyelv, és egész energiát a versek írása mellett arra szánta, hogy lefordította Babicsot, Adit, Kosztolányit, és ezt Cambridge-ben felolvasta, terjesztette. Virginia Woolf-nak köszönhetően meg is jelentek ezek a művek. Míg nem utálta háborút, pacifista volt, de úgy gondolta, hogy mégiscsak a haza, meg a monarchia az egy kötelesség, az egy identitás. Kölcsön kellett kérnie, hogy hazajöjjön. Az utolsó nap már másnap nem jöhetett volna haza, mert kitört a háború Nagy-Britannia és a monarchia között. Keynes adott neki sajnos pénzt, behívták a frontra, és másnap meghalt. De jellemző történet, a Babicssal szeretett volna találkozni még, akiről írt és akit terjesztett, és a találkozóval meg volt beszélve, Babics Mihály nem tudott eljönni. Keynes viszont gondoskodott róla, hogy ott van a Békási Ferencnek a King's College-ban a neve az elhunyt hősök aranytábláján. És a harmadik Bánfi Miklós volt, aki diplomataként, művészként, nagyon sokféle tehetsége rendelkező emberként végig látta, hogy mi fog történni. A monarchiában a három kötetes fantasztikus regényében ből ez kiderül, meg a visszaemlékezéseiből, és ő keresett alternatívákat. Tehát már akkor lehetett volna a valóban centripetális erőként működő nacionalizmusok, és igazából felelőtlen nacionalizmusok, mert nem tudták a magyarok sem megmondani, hogy mi lesz azzal az abszolút függetlenséggel, ha kivívnánk, miközben hasznot húztunk abban, hogy a monarchiában voltunk. Tehát lehetett volna ezeket a nacionalizmusokat máshogyan, milyen keretekben tartani, ha lett volna ehhez megfelelő felkészültség, politikai bölcsesség, utólag persze könnyű ilyeneket mondani, de amilyen gyorsan elindult a gazdasági, a művészeti, az infrastruktúrális fejlődés a monarchiában, sajnos nem tudott ezzel lépést tartani mondjuk a társadalomtudományok és a szellemi felkészültség. Igazából kevés volt az idő arra, hogy ezt az óriási lehetőség halmazt, amit az aranykorszak adott, ezt kihasználjuk. De ennek ellenére azt gondolom, hogy nem múlt el. Tehát, hogy Közép-Európa, hogyha a monarchiát tekintjük annak, vagy ha más tekintünk annak, egyfajta olyan referencia, hivatkozási keret a mi identitásunkban is, ami nem múlt el. Ugyanúgy a kőszeg életében sem múlt el az iskola-város tudat, és képes befogadni nagyon komplikált intézményeket és segíteni őket. A közép-európai létérzés és tudat, ami valóban nem egy politikai fogalom, valóban ambivalens, valóban képlékeny, de velünk van. És ezen belül lehet szerintem elképzelni nyilván nem az Európai Unióval szemben, hanem annak a keretében remélhetőleg egy olyan új aranykorszakot, amiben valószínűleg nem csak a megacitik fognak szerepet játszani. Hát én most muszáj, hogy abba hagyjam, de remélem, hogy majd a vitában folytatjuk. Köszönöm szépen!